Május 13-án ismét megrendezik 60-ban a Dadó Dog Dancing bajnokságot. A műfajnak egyre több követője és rajongója van. Magyarországon 2003 óta rendeznek ilyen versenyeket. A dog dancing egyedülálló sportág, amelyben a négylábú kedvencek táncos zenés műsort adnak elő gazdáikkal. Az idei megmérettetésre rövid idő alatt teltek be a helyek. Az ország különböző részeiről, valamint Ausztriából és Szlovákiából is neveztek a versenyre. Juhász Anikó, az esemény főszervezője elmondta, a programon nem csak versenyzőként lehet részt venni, várják az állatbarátokat és a sportág iránt érdeklődőket is. 10 órakor Horváth Richárd polgármester úr nyitja a rendezvényt, délelőtt kb. Délután 2 óráig, 3-ig a hivatalos osztályok lépnek fel, ami annyit akar, hogy ők már nem kezdők, délután lesznek pedig a kezdő párosok, akik fellépnek a rendezvényen. 80 résztvevő lesz az eseményen, különböző kutyafajtákkal, például komondor, puli, bigül, vizsla, border collie, ausztrál juhász kutya, nagyon sok örökbefogadott kutya is fellép aznap. Hozzátette, a programon lesz tombola húzás, valamint vásár is. Mindezek mellett a Kutyaszív Állatmentő Közhasznú Alapítvány is jelen lesz a rendezvényen. Az idei eseményt a 60-i multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnokban tartják. Körbe, körbe, marad, gyere, hopi!